Üdvözlünk a Vacsmodzsó Magyarország csatornáján, ahol ma az Unibet támogatásával a legjobb Timon és Pumba pillanatokat gyűjtöttük össze. Wasn't it yesterday when he was born? Sziasztok, én Zsombor vagyok, és ebben a videóban a legviccesebb és legikonikusabb pillanatokra tekintünk vissza, amelyekben a Disney szurikáta és a varacskos disznó párosa belopta magát a szívünkbe. 10. Pumba amnéziája. A Timon és Pumba a Föld körül című összeállításban kedvenc varacskos disznónkat villámcsapás éri, majd ennek hatására a súlyos amnéziában kezd el szenvedni. Oh my God. Timon megpróbálja felfrissíteni haverja emlékezetét azzal, hogy elmesél neki és a nézőknek néhány kalandot a saját spin-off sorozatuk legelső évadából. Sikerrel is jár, de aztán Timon lesz amnéziás, és csak úgy kaphatja vissza az emlékezetét, ha visszatekeri a filmet. Yeah! I've got my Pumba back! Wahoo! Yippee! Yeah, boy! Ez határozottan kreatív módja volt annak, hogy bemutassák a duó tévésorozatának fergeteges pillanatait. 9. A háború szele. A büszke birtok lakói és a számkivetettek között totális háború dúl, és Timon és Pumba is hajlandóak beszállni a harcba. What do we do? What do we do? There's only one thing we can do, Pumba. When the going gets tough, the tough get going. That's our motto. Legalábbis addig, amíg Zira oroszlányai nem üldözik és nem szorítják sarokba őket. Úgy tűnik, hogy kedvenc párosunk számára elérkezett a vég, de Timonnak sikerül elijesztenie a vadállatokat azzal, hogy Pumba farkát puskaként rájuk szegezi. Ha van valami, ami erősebb bármelyik oroszlánnál, az Pumba bűze. Don't anybody move! This thing's loaded. I'll let you have it! Yeah, yeah. Talk about your winds of war. Egyik oroszlán sem merte megkockáztatni, hogy széllel szemben találkozzanak Pumba hátsó felével, így a menekülés okos lépés volt tőlük. Timon és Pumba talán nem a legvadabb harcosok, de minden eszközt bevetnek arra, hogy megvédjék magukat. 8. Nektek csak vatkan vagyok! Általában Pumba a duó jóindulatú, hűséges és néha racionális tagja. Van azonban egy dolog, ami igazán kiborítja, mégpedig az, ha disznónak nevezik. Ha bárki ostoba módon így sértegeti, arra teljesen kiakad. Who's the pig? Are you talking to me? Uh-oh, they call him a pig. Are you talking to me? Shouldn't have done that. Are you talking to me? Now they're in for it. They call me Mr. Pig! Igazán vicces, ahogy az általában higgadt varacskos disznó elveszti a fejét, de emellett ez a jelenet egy tisztelgés is az 1967-es Forró éjszakában című film előtt. They call me Mr. Tibbs. Persze, ha a barátai hívják disznónak, akkor nem ront rájuk, mert valószínűleg tudja, hogy szeretetből mondják ezt neki, azonban az ellenségei, különösen a hiének jobban teszik, ha bölcsek maradnak, és ilyen módon nem kezdik el sértegetni Pumbát. Hetedik, te vagy az egyetlen barátom. Egy frusztráló nap után, amikor keresték, de nem találták meg új álomotthonukat, Timon már majdnem készen áll arra, hogy összepakoljon és visszatérjen a törzséhez. I give up! But you can't give up! We still haven't found our dream home! Forget it, Pumba. I've been dragging you down long enough. I'm going home, and I suggest you do the same. Arra bátorítja Pumbát, hogy ő is térjen vissza a családjához, de a szelíd varacskos disznó elárulja, hogy neki nincsen otthona, és egyedül van a világban. Timon a saját magánya miatt együtt érez nagy darab barátjával, és bevallja, hogy Pumba az egyetlen igazi barátja, aki valaha is volt. Pumba, you're the only friend I've ever had. You mean? Yeah, Pumba. And friends stick together to the end. Nem számítottunk rá, hogy ez a két csökönyös számkivetett egy ilyen megható pillanatot fog okozni nekünk, de mégis sikerült nekik, ahogy ezzel a jelenettel megszilárdították a barátságukat. 6. Stand by me.
A Timon és Pumba spin-off rajzfilm sorozatban időről időre vicces zenés videóklippeket mutattak be, amelyek általában már jól ismert dalok feldolgozásai voltak. Ebben a számban Timon és néhány béka Benny King Stand By Me című dalának feldolgozását adják elő, amivel azt szeretnék kifejezni, hogy nem fog félni semmitől, amíg Pumba mellette van. So Pumba, Pumba, stand by me, oh, stand by me. Közben szegény Pumbát folyamatosan szerencsétlen, de annál viccesebb események sorozata bombázza, amiről Timon egyáltalán nem is vesz tudomást. Stand by me, stand by me. I don't think I like this song! Bár természetesen sajnáljuk szegény Pumbát, de azért jól is szórakoztunk azon, hogy egy ilyen dal közben mennyi bal szerencse történik vele. 5. Hadd verjem szét! Why, Simba? Zira. What are you doing out here and so alone? Simba megsérül, amikor a számkivetettek rajta ütnek, és mondanom sem kell, hogy Kovu nem túl népszerű büszke birtok körében. Amint Timon meglátja a kegyvesztett oroszlánt, komikusan felkiált, hadd verjem szét! Ezután megparancsolja Pumbának, hogy fogja őt le, de azért eléggé nyilvánvaló, hogy nagyobb a szája, mint a bátorsága. Azzal, hogy próbálja magát keménynek feltüntetni, egyszerűen zseniális, Pumba pedig az egészből alig fog fel valamit. Oh, why, Yor? Let me at him, let me at him! Here, hold me back. Okay! Let me at him, let me at him! Okay! Még ha csak a levegőbe is beszél, nem tagadható le a Simba iránti hűsége, hiszen minden körülmények között kiáll mellette. 4. A hiénák feltartóztatása. Ez a végső csata Simba és Zordon között a büszkeség sziklánál, és Timon és Pumba azt tervezik, hogy Timon családjának segítségével egyszer és mindenkorra leszámolnak a hiénákkal. What do we do? Well, I've got a plan. How can we help? Ma, Uncle Max, you're gonna dig a trap. We're gonna need, dare I say it, tunnels! A duó kapja azt a nehéz feladatot, hogy eltereljék a hiénák figyelmét, amíg a többiek felállítják a csapdát. Not yet! Keep stalling! Okay. Mindent megtesznek, hogy húzzák az időt, például zsonglőrködnek és táncolnak is. Timon még egy spontán lánykéréssel is bepróbálkozik az egyiküknél. Shenzi Marie Predatora Valdetta Jacqueline Hyena. Would you do me the honor of coming, my bride? A csapda egy kis bökkenővel sikerül, és a hiének végül kikerülnek a képből. 3. Luau. Ahhoz, hogy átjusson a hiénákon, Simbának szüksége volt Timonra és Pumbára, hogy élő csalikként eltereljék a ragadozók figyelmét. So what's your plan for getting past those guys? Life bait. Good idea. Timon ismét teátrális megoldáshoz folyamodik, felvesz egy fűszoknyát és egy virágkoszorút, és elkezd hulatáncot járni és énekelni, miközben felkínálja Pumbát a ragadozóknak. Az egész dal szövegét Timon szinkron színésze Nathan Lane improvizálta, mivel egy másik dal került volna oda eredetileg, de az idő rövidsége miatt szükség volt gyorsan valamire. Wow! If you're hungry for a hunk of fat and juicy meat, eat my body, Pumba here for just the end of three. A színpadi és az élőszereplős adaptációk másféle megoldást találtak arra, hogy a duó elterelje a hiénák figyelmét, de ezzel a verzióval nagyon nehéz versenyezni. 2. Egy csodálatos szövetség kezdete. Az egyik legjobb dolog a 3. oroszlán királyfilmből az az, hogy látjuk, hogy az ikonikus páros hogyan is találkozott először. Timon magára marad és új otthont keres, de a ragadozóktól való félelme miatt menekülni kezd. Végül összefut Pumbával, és az első pillanatban mindketten sikítófreszt kapnak egymástól. Timon felismeri Pumba jó természetét és megkéri a varacskos disznót, hogy csatlakozzon hozzá az otthonkeresésben, de főleg azért, hogy megvédje őt a ragadozóktól. Egyikük sem sejthette, hogy ami csak egy szövetségnek indul, az egy elszakíthatatlan barátsággá virágzik majd. Viszont szerencsére így lett, és azóta számos kalandban vettek már részt együtt, és segítették egymást mindenben. Pumba, this could be the start of a beautiful acquaintanceship. Kevés ikonikusabb rajzfilmes páros van náluk. Komolyan, nézd meg, mennyi fantasztikus pillanatuk volt együtt, és azt kell mondanom, hogy mielőtt felfednénk az első helyezettet, inkább mutatunk még pár igazdíjas pillanatot.
What precious little baby Kents! I have always wanted my own little sugar plum dumplings, and now I've got you! I could die! No one makes faces in spoons like Gaston. Actually, no one has the opinion of Gaston. Rescuing Simba was a cinch. Then came the really scary part. Parenthood. They seem friendly, funny, and a little stinky, just like me. I knew we'd get along. Huh? Mindjárt a végére érünk, viszont ha még nem tetted, ne felejts el feliratkozni, hiszen minden nap kerül ki új videó a csatornára, majd nyomd meg a kis harangombat is, hogy elsőként értesülj legújabb tartalmainkról. Első, Hakuna Matata. Az első helyen az a dolog áll, amely mindenkinek először jut eszébe Timonról és Pumbáról. Miután megmentik a kis Szimbát a sivatagban, a páros megtanítja a fiatal oroszlánt a problémamentes filozófiájukra a személyes mottójuk, a Hakuna Matata által. Hakuna Matata? Yeah, it's our motto. What's the motto? Nothing. What's the motto with you? Ez a fülbemászó dalocska tökéletesen illik Timon és Pumba karakteréhez. A kifejezés szó szerint azt jelenti, hogy semmi gond, és a duó ez szerint akarja élni az életét. Life without worry. You seek Hakuna Matata? Hakuna Tamara? Hakuna Matata! It means no worries. Perfect! Majdnem lecserélték ezt a dalt a Varacskos Disznó rapszódiájára, ami végül nem került bele sem a filmbe, sem fel az albumra, de örülünk, hogy maradtak a Hakuna Matatánál, ami úgy vonult be a történelembe, mint az egyik legikonikusabb Disney dal. It's a problem-free philosophy, Hakuna Matata. Ti kedvelitek Timon és Pumba párosát? Melyik volt a kedvenc pillanatotok tőlük? Írjátok meg nekünk kommentben, nézzétek meg korábbi tartalmainkat is, és ha már itt vagytok, iratkozzatok fel a csatornára!